Akkor szép estét kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy eljöttétek. Most már vége a nyárnak. Jó hosszú volt. Mindenki tudta sokáig élvezni meleg, szép időjárást. Nagyon jó. Hát oda biztos nem hallani, de ide igen. Mert nincs négy kezel, nem tudom mikrofon fogni. És akkor készüljünk a télhez, jön a hideg, valaki szereti, valaki nem annyira szereti, de el kell fogadjunk. Oké. Ma fogunk beszélni, amit látjátok itt, és ami volt a hirdetésben. Ki a Facebookon látta a hirdetést? Jó, majdnem mindenki. Igen. Turbulenciáról lesz szó, ugye? Az életünk nem csak akkor turbulenciát tapasztal, amikor a repülőn vagyunk, hanem sokkal gyakrabban, amikor élünk az életünket is. Ma fogunk beszélni, hát ilyen tréningszerű lesz igazából, megpróbáljunk ilyen feladatokat, hogy ez jobban mélyebben belemenjen, nem csak ugye egy előadás is, ami nem rossz, egy előadás, de jobb, hogyha lesznek ilyen kis feladatok, és akkor kicsit jobban ember megérti mélyebben, és könnyebb lesz utána alkalmazni életben, mert praktikus dolgokról fogunk ma beszélni. Oké, akkor megyünk is rögtön tovább. Nézzünk, hogy mi a mai témák lesznek. Próbáljunk, hogy mindenki lásson. Ma fogunk beszélni akkor a boldogságról és a valóságról. Mert mindenki akar boldog lenni, de valóság nem mindig pont az. Ugye? Megbeszélünk ezt, hogy az hogy működik. A feladatokba fogunk elemezni a turbulenciát, majd megbeszéljünk pont, mire gondolom ebbe, erre a szóra, ami a turbulencia, mik a aggodalmok, stresszek, félelmeink, és így tovább, arról fogunk beszélni, ezt elemezni fogunk, utána fogunk tanulni, mi az ok az egészben, mert akkor jó működik, amikor ember tisztázva van számára, hogy mi az ok a problémának. Mert mostani technológiák, amit léteznek ember számára, hogy megoldjon az életét, nagyon, vagy többségben kezelnek a tüneteket. Például engem valaki bánt. És akkor ez egy tünet, hogy valaki engem bánt, és én boldogtalan vagyok, ez tünet, ez nem ok. Ok egy kicsit mélyebb van. És a technológia itt megáll, és akkor mondják, akkor meg kell valahogy manipulálni a dolgokat, meg kell szabadulni embertől, meg kell változtatni a környezetet, és akkor boldog lehetsz. És ember meg is csinálja, minthogyha minden megváltozik körülötte, minden szép, nincsenek azok az emberek, de elmúlik egy kis idő, és megint ugyanaz a helyzet. Miért? Ok nincs kezelve. Ugye ugyanúgy a betegségekkel. Ugye, hogyha mi gyógyítjunk csak a szimptomákat, nagyon gyakran, ugye, amikor valakinek fáj a mája, akkor elmegy ember orvoshoz, és mondja, fáj a mája. Miért fáj a májam, és akkor levizsgálják, átvizsgálják, és utána mondanak, hát azért fáj a májad, mert be van gyulladva. De be van gyulladva, ez nem ok. Ez szimptoma. Ez tünet. És akkor, mivel itt megáll a dolog, akkor mondanak, hogy rendben, akkor most gyulladást csökkentőt fogsz szedni, és akkor így rendben lesz. És ember szed gyulladást csökkentőt, minthogyha elmúlt a gyulladást, egy-két kis idő múlva újra ugyanaz a probléma. Miért? Az ok nincsen kezelve. Ekkor mi ma okot is fogunk
menni az okokhoz, hogy a turbulenciának hol az oka. Jó? Jó, akkor a okról beszélni fogunk, és természetesen gyakorlati dolgokról is fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Milyen gyakorlatok, ami biztos, hogy működik, és mindenki számára megvalósítható, szóval ezt majd a végén fogunk tanulni. Oké, megyünk tovább. Most akkor egy kicsit fogunk beszélni a boldogságról, a világról. Ugye ember nekiindul az életének, hogy legyen boldog, mert ez nem egy titok, ugye? De sokszor ember nem is érti ezeket. Például valaki mondja, na akkor most fogok házasodni. És akkor meg lehet kérdezni, miért házasodsz? Hát hogy miért? És akkor ember bezavarod, hogy miért házasodok? De hát azért, hogy házasodjak, hogy akkor legyen házam. Jó, de miért? Minek kell ház? Hú, hát hogy minek kell ház? Milyen kérdés ez? Hát legyen gyerek. Minek neked gyerek? Hát hogy minek nekem gyerek? Hát kell nekem gyerek. És akkor így emberek így sokszor nem tudnak, hogy miért kell. Ugye? Akkor hát azért legyen gyerek. Akkor minek ez kell? Minek az kell? Miért kell? Ugye amikor így kérdezünk, akkor a legrövidebb válasz azért, hogy legyek boldog. Igazából. Ezért kell minden. És ez jó, hogy tudatosítson az ember magába. És most nézzünk meg, akkor itt van ez a kis ábra, és ember elkezd építeni egy szép kis világot magának, ugye süt a nap, ami most volt egész októberben, jó kis természet, megyünk, csináljunk, kirándulunk, uszunk, buvárkodunk, motorozunk, biciklizünk, lovagolunk, mindent csinálunk, és szép és jó, jön az ősz, hullanak a levelek, sárga, piros, zöld, csodálatos az élet, nagyon-nagyon jó, és egyszer csak tervünk ellenére kitervezik az életébe, hogy boldogtalan legyen, szenvedjen. Vannak olyanok? Nem szoktunk tervezni. Szokott-e valakinek a terv ellenére bejönni egy ilyen időszak, mikor boldogtalan? Szokott, ugye? Nem kell tervezni, az jön. Megmondom nektek, boldogságot se kell tervezni, az is fog jönni. Ebben a világban az jön, megy. Egyszer, hogy szokták mondani, hogy vagy? Hát szó, egyszer fönt, egyszer lent, ugye? Így működik az élet. Jó? Igen, és akkor így terveztünk, így minden ideálisnak minden tűnik, nagyon szép és jó. Egyszer csak tervünk ellenére egy kicsit kezd, ugye zajlik az életünk, és kezd kicsit beborulni az életünk, és jönnek a viharok az életünkbe, jön mindenféle problémák munkahelyen, valamikor csak saját magamban boldogtalan vagyok, ilyen is van. Hát ugye van emberek, lehet észrevenni, hogy mindig boldogok. Ugye, mondják, hogy nekik jó kapcsolat a nappal, mindig ragyognak, mindig jó, minden. Bármikor, akár is, hogyha rossz körülmények vannak, vagy rossz a helyzet, ők mindig boldogok. Vannak olyan emberek, akik mindig elégedetlenek és boldogtalanak, hogyha minden szép és jó, akkor is. Mindig panaszkodnak. És többség az valamikor igen, valamikor nem. Akkor jön a turbulencia az életünkbe, és jó meg tud rázni minket, beborul az ég, kilátástalan az életünk, villámlik az életünk, most mi lesz velünk? Nagyon-nagyon nagy kérdés, és mit tudjunk csinálni. És mindig ez fog történni, mindig ez történik, és mi a megoldás, most mindjárt fogunk együtt beszélni, kezdeni.
mert akkor sokkal érdekesebb lesz, hogyha mindenki is egy kicsit dolgozik ezen. Ezért most lesz egy kis feladatunk. Már most, már az elején, aztán majd még egy lesz, kétszer, két feladatunk lesz. Jó? Most a feladatokba feloszunk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 3 csapat kijön, ugye? 14-ből. Akkor ez hányos lesz? Hogyha 14-en, 4-szer 3? Nagyon jó. Akkor 4-szer 3 csapatot, akkor megkérem, hogy 1, 2, 3, jó? 1, 2, 3, jó? És akkor 1, 2, 3, kicsit párokat szétszedjünk. Akkor ott is, akkor igen, 1, 2, 3, és ketten maradtak. Kingát megkérünk, hogy vegyen részt a hátsó csoportban, jó? Jó. Igen, össze is lehet ülni, és fogok mondani a feladatot. Ugye ez most ilyen kis light-os tréning lesz most, mert voltak olyan tréningek, úgynevezett régen karma tisztítási tréningeket is tartottunk, de ma is lesz sok mindent. Oké, javasolnék, hogyha van valakinek kis toll papír, akkor lehetne előszedni, és lehet, hogy minden csapatban lehessen egy titkár írnuk, jó? Mert hát, ha bár itt lesz a feladat megjelentve, de a munkáját az jó lenne jegyzetelni, jó? Elég. Aha, igen, mert most lesz három feladat. Most csak egyszerű dolgok, földön járó dolgok, amivel mi találkozunk nap, mint nap, otthon, munkahelyen. Ezeket a kérdéseket egy kicsit ki kell fejtjünk, jó? Ez egy ilyen most bemelegítő lesz. Első kérdés, látja mindenki? Akkor soroljátok fel egy másik ember tulajdonságait, amik zavart okoznak bennetek. Hogy mi az, ami valakiben, én akarnék jó lenni, kiegyensúlyozott és vidám és minden, de van valaki, az lehet családtag, munkatárs, szomszéd, aki kisodor engem mindig az egyensúlyból a saját tulajdonságokkal. Ez az egyes. Kettes. Jó, figyeljünk egy kicsit, utána lehet dolgozni. Kettes. Soroljatok fel egy másik ember tulajdonságot, amik vonzóak számunkra. Olyannal szoktunk találkozni emberekkel, akik minket vonzódnak. És akkor jó kedvet, biztonságérzét adnak nekünk, sok minden más jó pozitívat. Jó? Utána még következő feladat. Ja, négy lesz. Soroljátok fel, mi okoz nektek aggodalmat vagy stresszt. Jó, azt fel kell sorolni. És a negyedik, miért vagyunk időnként nagyon elégedett és békések, néha pedig boldogtalanok. Ez most erre szeretnék kérni, hogy válaszoljatok. És adunk nektek, most van 18-19, 5 perc elég? Nem. 10. Rendben. Akkor 18 óra 30-kor folytatjunk. Akkor vannak esetleg, akik már kész vannak? Kész vagytok, jó? Ti is kész vagytok? Ott a... Ti kész vagytok, Niki? Ti kész? Ott kész vagytok? Igen. És akkor ott... Igen. Nagyon jó. Akkor légy szíves, egy képviselőt jelöljetek ki
aki ide fog kijönni, és akkor képviselni fog a munka, a csapat munkát, jó? Akkor gyere, légy szíves. És jó hangosan, jó? Nem látsz. Ah, így jó, oké. Na, zavaró tulajdonság, gonoszság, butaság, ostobaság, önhittség és erőszakosság. Uh-huh. Vonzó tulajdonság, nyitottság, empátia, segítőkészség, optimizmus, vidámság. Akkor, ami aggodalmat szül, ezt nem tudom elolvasni, bizonytalanság, a siettetés, rohanás, időhiány, ja, a közlekedés, uh-huh. a forgalom, káosz, a saját tulajdonságunk lelki-szellemi, tudatlanságunk lelki-szellemi életben, és a létbizonytalanság. És mitől vagyunk békések vagy boldogtalanok? Uh-huh. Hát békések a belső nyugalomtól, a szeretetteljes környezettől, a jövőképtől, és a belső rendezettség megélésétől. Boldogtalanok a magánytól, a bántástól, megalázástól, mellőzöttségtől, ha elveszítjük szerettünket, és a belső megértés hiányától. Tapsoljuk meg, köszönjük szépen! Köszönjük, nagyon jó volt, nagyon szép munka. Gyertek, ti légy szíves, köztetek valaki. Zavarfokoz a kapzsiság, a hazugság, az agresszió, az alattomosság, az arrogancia, a kétszínűség, a lenézés, ja, lenézés. Uh-huh. A számonkérés, tehát ha valaki túl számonkérő, tiszteletlen és hatalmaskodó. Uh-huh. Vonzó tulajdonságok a segítőkészség, a megértés, az őszinteség, a nagylelkűség. Igen, magabiztosság, önazonosság, derű, vidámság, jó humor, szelídség, nyugodtság, békészség, tudatosság és a szerénység. Mi okoz aggodalmat vagy stresszt? Hát mi arra jutottunk, hogy minden esetben a félelem. Hát, hogy valahogy mégiscsak akár a kudarctól, vagy a jövőtől, vagy uh-huh. tehát bármitől való félelem, az mindenképpen stressz okoz. Uh-huh. Miért vagyunk elégedettek? Vagy mitől, inkább azt mondom, mitől vagyunk elégedettek? Hát ha harmónia vesz körül bennünket, ha nyugalom van bennünk, és hát akkor vagyok békés, ha elégedett vagyok, és akkor vagyok elégedett, ha békés vagyok. Uh-huh. Boldogtalanságot okoz, ha a valóság és a belső elvárások különbözőek. Uh-huh. Tehát eleve, hogyha a belső elvárások jelennek meg, az előbb-utóbb boldogtalansághoz fog vezetni. Maximalizmus, és ugyennyi. Köszönjük szépen, nagy tapsot kérünk. Jó, akkor most itt a második innen. Igen, ti van? Aha. Nálunk, ami zavart okoz, az a kétszínűség, felsőbbrendűségi érzet, megbízhatatlanság, türelmetlenség, hanyagság. Ami vonzó tulajdonság az, ha valaki okos, hiteles, jó a humora, szorgalmas, optimista, illetve önzetlen. Mi az, ami aggodalmat szül, a kiszámíthatatlanság és a létbizonytalanság. És a négyes azt írtuk, hogy az 1-es, 2-es, 3-as kérdést de adott válaszok milyen különböző arányban keverednek a mindennapokban és azok alapján, illetve attól függ, hogy az ember mennyire tudja megszelidíteni az elméjét. Úgyhogy mi ezt írtuk. Nagyon jó. Tapsoljuk meg, köszönjük szépen. Akkor tőletek. Nincs hang. Gyere közelebb, mert az én mikrofonom veszi. Szóval, amit nem szeretünk. És hangosan beszél, Lici. Jó. Irítség.
ostobaság, arrogancia, pesszimizmus, valamint ha nem tudom elolvasni a saját kézírásom. Ez is zavarságot okoz nekünk. Jó. Amit viszont szeretünk, az a kedvesség, optimizmus, intelligencia és vidámság. Aztán utána pedig mi is volt a harmadik? Igen, amik aggodalmat okoznak, a bizonytalanság, konfliktusok, álmatlanság, és az én személyes variációm, a nem kontrollálható szituáció, amiket nagyon nem szeretem. És a négyes pedig egyébként sikerült egy szóval összefoglalnunk, ez az egész jelenség így együtt a dualizmus, mert ebben az anyagi világban a szenvedés és a boldogság folytonosan váltják egymást, és tulajdonképpen emiatt lehetséges akár egy mondatban is a két állapotot egyszerre említeni. Uh-huh. Jó. És így. Így. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg. Jó. És akkor ott az utolsó csoport, ami nem az utolsó sorban, ha bár az utolsó sorban ülnek, de akkor se utolsó sorban. Sziasztok! Az elsőre nálunk a hazugság, az arrogancia, az önzőség, a kétszínűség és az egoizmus volt az, ami kijött. A második kérdésre az őszintességet, a béketűrést, a kiegyensúlyozottságot, a pozitív életszemléletet, a nyitottságot, elfogadást és az ítéletmentességet írtuk. Hát a harmadik kérdése eléggé egybecsengett a válaszunk, mert a munkahely által okozott stressz jött ki, és a határidők, tehát a határidők betartása is ez a nyomás. Harmadikra pedig a hamis elvárásokkal támasztott, tehát ha hamis elvárásokat támasztok magammal és az élet dolgaival szemben, akkor eltávolodunk az elégedettség érzésétől. Ezt így tudtuk megfogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, megtapsoljunk. Nagyon jó, jó volt, köszönöm, jó munka. És most, hogyha megnézzünk, ugye, amit írtunk, kettő kategóriát, ugye végül pozitív, negatív dolgokat, és hogyha most hirtelen megnézzünk, hogyan él az emberiség, mi van a gyakorlatban? Negatív, nem? Többségben. Egy szempontból mindenki tudja, hogy mi az, ami jó. De mégis máshogyan csinálnak. Mégis egyik büszkébb lesz, mint a másik. Mégis valaki arrogáns lesz, mert lenéző, meg versenyezni fog. Hogyha megnézzünk, ez a valóság. Ugye ezért az volt a fejezet, amit most beszélünk, hogy oké, van boldogság, de van valóság. És valóságban emberek fordítva csinálnak. Ugyanúgy, mint a férfeleség sokszor akar boldog lenni, de ellentétesen viselkednek, ugye a viselkedésükből csak romlik a kapcsolatok közöttük. A fiatal fiúk és a lányok akarnak egy stabil kapcsolatot, de az, ahogyan ők viszonulnak egymáshoz, az csak egy rövid távot kapcsolatot fog nekik eredményezni. Szóval minden fordítva van. Így mondhatjuk, hogy ember tudja, hogy ő hogy szeretne, hogy vele hogyan bánjanak. De az, hogy ő hogyan viselkedjen másokkal, az már nem mindenki tudatos, hogy ugyanazt kell adni másoknak is. És ezért egy kicsit máshogyan zajlik az élet. És még akkor is, ugye, vannak olyan szituációk, mikor minden szép és jó. És akkor is kapunk valami negatív hatásokat. Most fogunk ezeket elemezni egy kicsit továbbra, jó? Akkor most belemegyünk az okokba. Akkor most mi az ok ezeknek a fájdalmoknak, turbulenciunknak, mit tudjunk vele kezdeni, és mit fontos megértsünk, hogy ez hogyan működik. Oké. Akkor egy kicsit beszéljünk az okokról.
Hát van az ok, és van az okozat. Ez most a mi életrőnkről van szó, nem Istenről, ő is egy ok, de a mi problémáknak van, az, ugye az embernek van egy úgynevezett elméje, mindenki rendelkezik elmével, elme ez az a rész, vagy a funkció, vagy úgy is mondjuk, hogy finom test, amelyikben ember gondolkodik, amelyikben ember érzelmeket tapasztalja, és reagál a világra érzelmek szerint. Az elmébe vannak vágyak. És a vágyak meghatározok, hogy én hogyan gondolkodok. Szóval vannak vágyaink, akkor én fogok valahogy gondolkodni, és sokszor a probléma az, hogy ennyire erős a vágyok, mert ezek a vágyok, amit ránk vannak erőszakolva, a társadalom, televízió, mindenféle keresztül, hogy az elme irányíthatatlanra válik, és ember ezek a vágyak miatt ingerőtlen válik, mert akarja, és a vágy az emberbe tompítja a érzést, másokat érzékelni. Nem tudom, ki látja, mutatják most a YouTube-on, amikor megnyílik-e valamilyen bolt Kínában, vagy valahol, vagy akár más országban, és leározás van. És akkor televíziók, meg minden ilyen nagyon-nagyon olcsón akció van, és emberek beruhannak, és szétvernek egymást. Ott van egy nagy tévé, ráugrik egyik, másik oda megy, ellökje azt, az visszamegy, és üt, és akkor igazi valóságshow történik egy bolt belül. Ez történik az életben, vágyok, ezt csinálják. És nézzünk, hogy mit van tovább. Ember, ez most egy ilyen kis, mondjuk színes példát mondtam, de van pici apróságok az életünkben, ami miatt ember nem érzi. Az már egy durva példa, amit meséltem a boltról, és ember ennyire nem érzi, hogy kezd harcolni egy tévéért, vagy valami mosógépért, vagy bármiért, de apróba is ugyanúgy működik. És ember ezek a vágyok miatt okozza valakiknek egy fájdalmat, egy problémát. Na most itt látjunk, ugye mondtam, hogy van akkor ez az elme, amiben vannak a vágyak, vannak tulajdonságaink, hogyha valaki jó vagy rossz, vagy kedves, vagy irigy, vagy nagyon gondoskodó, figyelmes, ezek a tulajdonságok elmébe vannak tárolva. Úgy mondják, hogy finom fizikai testbe. És ezek a tulajdonságok, mindjárt megmutatom, hogy hogyan alakulnak bennünk. Lényeg, amikor én teljesítettem a vágyomat az életemben, és ezzel lehet, hogy okoztam valakinek fájdalmat érzelmileg, akkor mi történik tovább? Ehhez, hogy mi történik tovább, még egy kicsit az emberről beszélek. Az embernek a vágya, vagy a elmen kívül, ez a, ahogy mondtam, finom fizikai testnek a része van, egy másik, amit látjátok szürkén, ez úgy hívják, hogy csitta. A csitta, ez egy tárhely. Ez is finom fizikai test, ugye, és itt összes születésről vannak tárolva memóriánk, amit mi csináltunk, bárhol, bármit csináltunk, semmi nem szűnik meg, nem tűnik el, minden bennünk van. Hogyan ez történik? Most a következő ábrán fogtok látni, hogy akkor én teljesítettem a vágyát, ebben a pillanatban, amikor teljesítem a vágyát, akkor van egy élményem, ugye? És ez az élmény,
Ez úgy mondják, hogy szamszkár, szanszkritul. És élmény lenyomatot hagy a tudatunkba, az elménbe, és utána el lesz tározva a tudat alattiba, csittába. Itt látjuk. Ezek a kis archív fájlok. Sokat csináltam ide, mert mi sok mindent csináljuk egy élet alatt, és igazából ez tele van. Ezt a karma tárhelyet csittába úgy hívják, hogy karma vasana. Szó vasana azt jelenti, hogy vászon. A vászon miből áll? Ugye vannak szövetek, és ahol keresztbe érnek a szövetek, akkor csomók. És a karma vászon ez a pont csomó. És nekünk nagyon sok ilyen csomó van. Ez azt jelenti, hogy teljesítettem a vágyamat, kaptam élményt, és ez el fog archiválódni nekem ide a tudatalatiba. És az a tárhely, ami csittában van, az sose fog betelni. Az hasonló módon működik, mint most működik az internet. Hogy most már a számítógépen lehet több terabájtot tárolni, hogyan? A Google Drive-on, ugye? Vagy iCloud, vannak sok minden felhős tárolóhelyek, és az összes számítógép információnk, ami a miénk, az lehet tárolni, sose telik be. Ugye? Szóval ugyanúgy ez is működik. És ezek a szamszkárok, ezek a kis pontok, egy kis élmények, ami tárolva vannak, nem szűnek meg, hanem bizonyos idővel aktiválva lesz újra. És mikor újra aktiválva lesz, akkor megint csak feljön innen, ahogy látjátok, vissza az elmébe, mint egy vágy. Mondom egy példát. Ezt, ami most fogok mondani, ez mindenki tapasztalta, és ezért, amit én itt mesélek, ez nem valami olyasmi, ami nem lehet ellenőrizni, mert valami rendkívül új dolog. Ez mindenki átélte, amit most fogok mondani, csak most tudatosítom, hogy ez hogy működik. Van olyan helyzetünk, mikor mi ülünk, ugye, és mondjuk gondolkozunk, vagy nézzünk mondjuk a naplementét például. És akkor ott van a tudatunk. És hirtelen csak feljön egy gondolat elmébe. Nem tudom, ki mit szeret, pizza, paszta, babgulyás, paprikás, krumpli, és akkor csak feljön, és gondoljunk, fú, de rég nem ettem, milyen jó lenne. És mellettünk van egy másik ember ül, de neki ez nem jön eszébe. Miért neki nem jutott eszébe, nekem eszembe jutott. Vagy mondjuk, én mondjuk, valaki volt mondjuk Indiában, és evett indiai ételt, és akkor neki indiai étel feljön az elmébe, így. Azért, mert vannak ezek a szamszkárok, ezek az élmények, amit mi már kaptunk, és ők feljönnek az elmébe. És ezért, és ők jönnek, mint egy gondolat. Szóval, amikor én ülök, és mondjuk nézem a naplementét, és csak egyszer csak hirtelen elkezdek gondolni valamiről, ez azt jelenti, hogy én már ezt csináltam. Én már ettem. Szóval így, gyakorlatilag, nézzünk akkor, mi történik. Az történik, hogyha én teljesítettem a vágyamat, és megbántottam valakit, ami nem érdekel, mert az a lényeg, hogy én jól érzem magamat, akkor ez tárolva volt, és egy idő múlva megint feljön, és megint ezt fogok csinálni. És egy ilyen zárkör történik. A vágy az erősíti saját magát. Egy példát mondom, még egy, a dohányzáson. Ugye, először, amikor nincsen embernek tudatalatiba szamszkárok a dohányzásról, nagyon rosszul érzi magát, ugye, megpróbálja ezt a füstöt, és köhög, és mondja, ó, soha életemben, soha, nem lehet, nem. Jó, de aztán a kedves, jó, igazi barátok rábeszélnek, mert igazi barát nem hagy cserbe, rá kell beszélni, hogy dohányozzál, hát te milyen menő mácsó leszel, hogyha nem cigizel. Ha, kell. És akkor egyszer, kétszer, és amikor szamszkárok már jönnek ide,
hogy ez jó, jó, rá kell dumálni, mert először rossz szamszkár jön, hogy ez rossz, ez mérek és köhögök, és ember azt mondja, nem. De hogyha embert mindig mondanod, de ez, érts meg, ez az igazi, ez a jó, akkor utána ő úgy szívja a cigit, hogy ezzel a mentalitással ez egy jó. És minél többször csinálok, annál mélyebb lesz ez a lenyomat a tudatalatimba, és ezért utána nem tudok abba hagyni. Mert ember ugyan mondja, jó, többet nem dohányzok. De fél óra múlva már megfulladt a nekotin hiánytól. Miért? Mert a szamszkár olyan mély, hogy ha nagyon gyorsan újra jön fel az elmébe, és szétszedi az elmét, hogyha nem gyűjtök rá. És hogyha rágyújtja, akkor még erősített rajta. Szóval minél többször valamit ésmételjünk, annál mélyebb lesz a lenyomat. Itt ez a probléma. Úgy alakulnak a szokásaink. Ugye, hogyha valamit meg akarunk szokni, csinálni, akkor csináljunk egy néhány napig, 3-4 alkalom már elég, ugyanabban az időben, ugyanott, ugyanezt, akkor utána fogunk érezni, hogy ez már megszoktam. Miért? Mert ez itt van. És akkor ez már irányítja engem, szokás. És ezért a rossz szokás, mivel nagyon mély, nem tudjunk mindig próbáljunk abba hagyni, de nem bírjunk, mert az elmébe csak ez van. És nem tudom kierakni az elméből, mert egyből jön fel, jön fel, jön fel. És ezért ember nem tud megállni, hogy ne bántson másokat. Ez az egyik. De ennek a, ugye ez a karma törvény igazából. Most mesélek nektek, karma így működik. A karma, ez egy tudomány, ez nem valami misztikus dolog, ami sose érte senkit, hogy valahogy elindítottam valamit, és akkor valahogy misztikusan, vagy valahogy visszakapom. Nem. Ez azért tudomány, mert minden lépését meg tudjuk nektek mesélni, nem én, hanem a védikus írások, ők leírják, hogy ez hogy működik, ez egy létező dolog, ez egy mechanizmus törvények alapján. De van egy másik problémánk, az, hogy ennek, amikor én teljesítettem a vágyomat, és idejött nekem egy szamszkár, ennek kettő lesz. Egyik vágy teljesítés után kettő visszahatás lesz. Az egyik visszahatás, amit most meséltem, újra fogok vágyni, amit csináltam. A másik visszahatás pedig az lesz, hogy érzelmi. Hogyha én bántottam valakit, akkor bennem lesz egy ilyen, mert ugye én megbontottam az egyensúlyt, mert mikor ti felsoroltatok tulajdonságokat, mi az, ami erősíti kapcsolatot és vonzóvá teszi emberek, engem jobban vonzó emberek felé, akkor ezeket a pozitív dolgokat, ez, amit ti felsoroltatok, ez a harmónia. És a harmónia teremtő energiával rendelkezik és vonz. Amikor ember ellentétesen viselkedik, ő ezt a harmóniát megbontja, ugye az egyensúlyt. De ez az energia, amit én belefektettem, negatív energiát az emberbe, az majd megy egy kör a világba, és egy másik ember keresztül majd jön hozzám vissza. Mert mi fizikába is tanultunk iskolába, energiának a megmaradását, ugye, a törvényét. Szóval ugyanúgy, hogyha főnök megszidja valakit a munkahelyen, a kisebb főnököt, kisebb főnök már jön a saját csapatba, leszidja a csapatot, a csapattagok egymással, vagy ügyfeleket leszidják, utána hazajönnek, gyereküket leszidják, és az megy az energia tovább-tovább, nem tűnik el. Ugyanúgy pozitív. Ugye, hogyha én valakinek megsegítem, akkor ez elindul, és akkor majd engem is fognak segíteni, nekem is fognak adni dolgokat. Ugyanaz, ugye, akkor itt van érzelmileg. És ez a szamszkár, hogy én bántottam valakit, és mikor feljön ide, ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy vissza legyen állítva egyensúlyt, nekem kell átélni ugyanazt fájdalmat, amit én adtam másoknak, és akkor igazságos, nem? És akkor ez a
második szamszkár, ez a karma dolog, ez úgy működik bennem, mint radar. Ez a radar, ami bennem van, keresi embereket körülöttem, kimbe van hajlam bántani másokat. És mikor kerül az én terembe, akkor beírzi ő is, hogy itt van, akit lehetne egy kicsit megfúrni, és akkor fog és engem bánt. Szóval nincsen olyan, hogy véletlenül, hogy nem érdemelek, és engem megbántanak, vagy valami hibarendszer történt. A karma törvény ez nem hibázik, és akkor én csak így bevonzom magamra. És akkor így kapok vissza, amit adtam másoknak. Szóval így, körülbelül így működik ez a kis karma törvénynek a része. És látjunk akkor, hogy okok, ez nagyon komolyan mélyen vannak. A maximum, ami pszichológusok tudnak nekünk mondani, ez a gyerekkorunkról, és ez már nem rossz. Mondanak, hát ez a gyerekkori traumát, amit megkaptál, ezért neked van ezek a félelmek, bizonytalanságok, aggodalmak, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Igen, nagyon jó. Ez már egy valami, mert tényleg ezek a gyerekkori is. Minden élet születési, amit éltünk életünkben, még a gyerekkorunkban, amit kaptunk, mert gyerekkorban annyira vételen a gyerek, hogy minden negatív dolog traumának tud átélni, és ez tényleg fog okozni problémát majd itt nekünk az elménben. És hogyha ez így megy, és nincsen róla általában embernek tudomásul, nem veszi, nem ismeri, akkor mi történik az ő életével? Akkor az élet kezd sodorni. Akkor ember próbál boldogságot valahogy keresni, de mindig vannak a cunámik, turbulenciák, mert hogy én nem tudom, hogy mit kell tennem, hogyha nem tudom, akkor mindig fognak jönni problémák, mert fogok hibázni sokszor. Többször fogok hibázni. Miért? Mert sajnos, amikor engem bántanak, akkor akarok reagálni valahogy. És a reakció általában többször, nem mindig, de többször hibás. És ettől én magamnak rosszabbat csinálok. Hogyha én ugyanúgy reagálok, hogy velem, mert azt mondja, ha te ilyen vagy, akkor én is ilyen leszek veled. Akkor ezt jelenti, te is vagy ugyanúgy, mint ő. Akkor te is fogsz kapni, meg ő is fog kapni vissza. És akkor ez a valóság. Akkor megint a boldogság, ez csak mindenhol ki van írva a plakátokon, de valóságban nem az van. De lehet, majd mindjárt megbeszéljünk, hogy hogy lehet, hogy valóságban legyen boldogság. Lényeg, hogy akkor nagyon sodorja az embert az élet. Ezek a szamszkárok, gondolatok, így úgy. És akkor csak egy... Ez az életünk, ez egy ilyen óceán, ahol nem tudsz, most merre menjek. Most tényleg mi a jó? Mert látom, hogy az a gazember mindennél megvan, minden, ez egy normális ember, semmilyen nincsen, és ember ebbe az utcában, és most melyik irányba induljak? Mert igen, jó lenne egy kicsit erkölcsösebb minden, de hát nézd meg ezeket az embereket. Nem erkölcsösek, és hogy működik az élet, és el van tévedve az ember ebbe óceánjába. Megyünk tovább. Érthető így? Jó van. Akkor egy kicsit óceánozunk még, megyünk a következő, és akkor vége a dolgoknak. De van egy ilyen jogának a könyve, ami úgy hívják, hogy Yoga Sutra, és akkor az a Yoga Sutra magyarázza, hogy igen, amikor így elmébe, opa, na nem baj, már megtörtént, vagy visszalépjünk. Elmébe, amikor történnek ezek a hullámok, meg minden, akkor ember el van tévedve, és ő sose fog megérteni a saját igazi természetét. Ugye, hanem meg tud érteni, ahhoz, hogy megértsen az ember a saját természetét, ahhoz meg kell nyugtatni az elmét. És
ugye védikus írások magyaráznak, hogy az embernek az élete, vagy a természet, ez a lélek. De ahhoz, hogy ezt megértsen valaki, ahhoz kell, hogy legyen egy ilyen szélcsend az elmébe. Ugye sok ember hallja, hogy lélek vagyok, most már ez nem titok, mindenki igen, de ki érti, hogy én lélek vagyok. Ugye az az ember, aki megérti, hogy én lélek vagyok, akkor megszűnik minden aggodalom, bizonytalanság, fájdalmuk, és így tovább. Majd a végén még ezt is beszéljünk. De ez csak akkor lehet, amikor szélcsend van az elmémbe. Mert amikor vannak sok hullámok, akkor ember csak a külső dolgokat lát az életbe, nem látja belül. Ahhoz, hogy belül lásson, akkor meg kell nyugtatni az elmét, és akkor bele kell nézni, és bele látni, mint ugye a tavakban, amikor nagyon szép ilyen kis kavics bányató, nem tudom ki járt, amikor szélcsend van, és kristálytiszta a víz, akkor lehet látni, milyen ilyen szép kövek, meg minden, ugye? Szóval ugyanúgy a tudatban, amikor elmegy békés nyugat, akkor befele lehet látni lelket. Szóval ez egy fontos dolog. Akkor mi a megoldás? Ugye? Mik a technológiák, hogy ezeket a turbulens dolgokat megoldjunk? El is kezdek erről beszélni, praktikus dolgokról, és először kezdjünk azzal, kezdjünk a Földön járó dolgokon, itt vagyunk az óceánban, akkor hogyan kezdjünk innen kiúszni? Hogyan lehet innen kimászni? Következőképpen lehet kimászni, elmesélek egy történetet, ami valóban történt, és ez amerikai egy haddi hajóval történt. Egyik alkalommal bekopogták a kapitányhoz, és akkor mondta a kapitány, most a radarok mutatnak, hogy velünk szembe, ilyen 30, nem tudom, mérföldre, pontosan a mi irányunkban van valami hajó. És akkor a kapitány mondja, jó, akkor mennyi, jelentsd be nekik, hogy azonnal 15 fokra forduljanak, vegyenek jobbrább, mert mi megyünk ebbe az irányba. És akkor elment, visszajön a matróz, és mondja a kapitánynak, ezek nem fordulnak sehova, azt mondták majd, forduljunk mi. Micsoda, nekünk a hadik hajónak mondanak ezt. Akkor ő bement oda a kis rádió szobába, és akkor mondja, hey, ti, aki mit tudom, itt van, nekünk az útban vannak, itt van ez a, én vagyok a kapitány, ilyen és ilyen kapitány, ez és ez a nevem, azonnal 15 fokra vegyitek jobbra, másképp nektek fogunk menni, és kész. Jön a válasz. Hát itt beszél ilyen és ilyen John, és ezt ti vegyitek 15 fokra jobbra, másképp össze fogunk ötközni. Kapitány gondol, nem semmi. Én egy híres kapitány, itt egy valaki, nem tudom, John, vissza így szól nekem, hát mit képzel magának, hogy most én forduljak, és mondja neki, na figyelj ide te! Oké, hogy én ilyen kapitány vagyok, de ez egy hadi hajó, tele vagyunk rakétákkal, és azonnal parancsolok 15 fokra jobbra. Jön a válasz. Jó, mi pedig világító torony vagyunk, ezért 15 fokra azonnal jobbra. Érthető? Hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amit nekünk adnak az irányt. És például a problémánk, az is miért van világít valami probléma, valami mutatja, az arra világít fel nekünket, hogy valami irányt kell váltani az életünkben, valamit meg kell változtatni. És hogyha elindulok másik irányba, akkor fogok tudni
megszabadulni valamilyen kényelmetlenségtől, boldogtalanságtól, szenvedéstől, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a fő dolga az egésznek. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy én tudjak jó irányba közlekedni az óceánba, és ne menjek körbe, és ne tévedjek el, és ne menjek a szikláknak, vagy a jéghegyeknek, ehhez fontos nekem elfogadni valamilyen koordinátát, amihez mérem magamat. Ebben a világban most nincsen. Most mindenki úgy él, ahogy ő gondolja. Én szerintem, hogy én jó ember vagyok. Jó, de a gyilkos szerint, hogy ő is egy jó ember, a tolvaj szerint ő egy jó ember, az arrogáns ember azt mondja, hát ezek ilyen, én vagyok a jó. Hogyha nincsen egy abszolút koordináta, iránytű, akkor káosz van az életben. Nem? És hogyha megnézzük a természetet, a természetben nincs káosz. Nem? A fák között, állatok között, ott teljesen minden, hát rendben, harmóniában van minden. Hát persze, mert nekik nincs szabad akaratok a koordinátor szerint menni, vagy nem, ott nekik be van rakva irány. Embernek van szabad akarata. De a szabad akarata, jó, van, de mire fog használni ez akkor az embernek a felelősségével is jár, mert végül minden, amit ad másoknak, minden ő is fog tapasztalni. Ezért egyik fontos dolog, hogy megkap ezeket a koordinátokat, hát ez csak egy példa, nem kell ezt most kiszámolni, ezt csak itt leszettem internetről koordinátokat, de lényeg, hogy legyen. Na most mi az, ami az életünkbe tud tényleg adni valamilyen jó koordinátot, tud nekünk segíteni? Itt lesz három szanszkrit szó. Úgy mondják, hogy Sadhu, Guru, Shastra. Sadhu, ezek a bölcs személyek, felvilágosodott személyek, ugye risik, úgy is hívják, risi, aki lát, hogy működik a világ, látja a karma törvényt, látja. Az nem az, aki iszik alkoholt, mindenféle dolgokat csinál, és utána mondja, hogy én vagyok lelki coach, gyertek, majd becsapom benneteket szépen pár száz ezerért, hanem ezek nagyon lemondott személyek, nagyon tiszták, bölcsek. Ők tudnak mondani, hogy mi a helyes, mi nem helyes, de ugye ahhoz, hogy mi kerüljünk valahova, akkor is kell több koordináta, akkor működni, amikor több szemponthoz mi magunkat mérünk, hogy helyes irányba megyünk. Ehhez második, akkor vannak a bölcsek, akkor vannak guru, ez úgy mondjuk, hogy lelki tanító mester, aki közvetlenül tud nekem segíteni. Ki az a lelki tanítómester, aki szakértő, aki megvalósított már ebbe az életbe, hogy is működik az élet, és mik az akadályok. Most példát mondom, ki szokott járni hegyekbe, mondjuk Alpokba, nem. Egy magyarországi hegyekre? Azt itt nincs hegy. Dombok lehet. Fogjunk akkor kaukázis hegyeket. Például a kaukázus, most nem is mondom a himalájokról, pedig himalájokról most néztem egy dokumentumfilmet, van egy hegy, Kailás, képzeljétek el, 6666 méter, és nem tudnak felmenni az emberek, senki nem tud oda felmenni. Mert ez egy ilyen speciális hegy, vannak olyan földön olyan pontok, ahol ember nem tud belelépni, és már több évet próbálkoznak, nem lehet oda elmenni. Na mindegy, fogjunk kaukázus hegyeket. A kaukázusi hegyeken azok annyira nagyok, hogy ha ember oda elmegy, tényleg el fog tévedni. És ott direkt vannak olyan személyek, akik ott laknak, és ők ismernek ott az irányokat, ösvényeket, és ők felkérnek mindig, hogy átkíséréljen egyik vási faluból, vagy másik faluba. Szóval az a guru, ez ugyanúgy, itt van egy sötét erdő életünk,
nagyon bonyolult az életünk, nagyon nagy labirintus, néha úgy tűnik, hogy jó, hát erdős szép és nagy, ki már eltévedett az erdőben? Én már egyszer eltévedtem, pedig nem volt nagy erdő. Olyan ártatlannak tűnt, olyan szép és jó, belementem, ide mentem, oda mentem, aztán mondom, na most mi van? Mi lesz a barátaim, most hogy 2 hétig fogok innen keresni kujútot, mit fognak, hol fognak engem keresni? Teljesen azt hittem, hogy vége, nem jövök ki. Ő kijövök, tudtam, de lehet, hogy 2 hétig fogok keresni az utat. Szóval az életünk ugyanolyan. Magunktól nem tudjunk kilépni a labirintusból, az életből. Akár hogy lehet mondani, verni magát mellkasba, esélytelen. Ez biztos, ez 100%. Nincsen esély. Azért itt vagyunk, mert nem másztunk ki még belőle. Ugye? És ezért erre van a guru, ő adja a koordinátát. Ő ismeri ezeket az ösvényeket, hogy hogy kell haladni az életünkben. És a harmadik, amit látunk, Shastra. Shastra, a harmadik koordináta, ez a írások. Ugye? Szentírások, iránymutató írások, hogy hogy kell élni az életet. És hogyha ember ezeket elfogadja, mint egy GPS, ugye, akkor tud kezdeni, ugye, kijönni a turbulens zónákból. Mert turbulencia zónákban vannak, ugye, vannak olyan helyek a föld fölött, levegőben, a bizonyos szigetek környékén, ahol mindig turbulenciába kerülnek a repülők. És néha olyan turbulenciába kerülnek, hogy az utasok nagyon komoly sérüléseket szenvednek, gerinctörések, kéz, minden szét van törve, mert repülnek a levegőben, mert ez hirtelenek. Sokszor próbálnak vádolni a pilótákat, miért nem írta ki, hogy csatolj be magadot, és a pilóták mondanak, hogy ez kiszámítatlan. Én nem tudom, mikor lesz turbulenció. És emberek ugye, mikor levegőben vannak, akkor kicsatolnak, mert esznek, járnak, WC ide-oda, és hirtelen jön a turbulencia, szétdobálja az embereket. Az élet is ilyen. Váratlanul jön, és dobálja az embert mindenhova. De ez a 3 koordinátor, mondjuk így is, kikerít, elkerül, viszi kerülő útokon, ugyanúgy, mint az erdőbe az a lakó, aki minket kísérő, ő tudja, hol vannak a vadállatok, hova nem szabad menni, hol vannak a szakadékok, hol van a mocsár, ezeket ő minden ismeri. És ezért ő úgy ilyen ösvénnyel fog minket vinni, hogy elkerüljünk a bajt. És ez a 3 dolog, Sadhu, Guru, Shastra, ez a mi. Egy példát mondom, egy guru például az a szülő gyerekeknek. A jó gyerek hallgatja a szülőkre, mondjak, fiacskám vagy lányám, ez itt nem kell, hogy így. És akkor nagyon sokszor, akik itt találkoztak, mikor szülők vagy gyerekek voltunk, hogy hogyan a szüleinknek a bölcs tanács vezette minket, és tényleg elkerültünk a bajukat. Igen. És ez egy kis dolgokra szól, de egész életre kell, mert ugye élet sokkal többet szól, többről, ahogy láttunk itt a karma törvényt, sokkal többre szól, ezért szükség van egy ilyen koordinátára, akkor ez egy működő. Ez egy gyakorlati dolog, amit én már 20, nem tudom hány éve ezzel alapján élek, és nálam működik. Lila Suka Pro, nálad működik ez a GPS? Működik. Igen, nagyon jó. Akkor most elmeséltem ezeket a pár dolgukat, hogy hogyan működik. Most mutatom hogy egyik megoldását, mert nekünk olyan sokszor van egy hamis elvárásunk, hogy például eljövök ide előadásra, és 2 óra múlva hazamegyek, és már sose lesz turbulencia az életemben. Ez csalás. Nem. Mert nem az előadás meg fog szüntetni, és boldoggá engem tenni. Nem én fogok. Én fogok mutatni a technikákat, a technológiát, ami miatt mindenki saját magát utána fog boldoggá tenni, mert ez így működik. Ugye nem lehet ember helyett ezeket csinálni. És van jó hírem. Kis mosolyjal. Feladat. Megint kis feladat lesz.
és meg itt egy kicsit dolgozunk. Csoportok az maradhatnak, amilyenek voltak. Mondjuk, mik a feladatok. Fel kell dolgozni, oké, mi a megoldás, hogyan reagáljak, mit csináljak, hogyha elvesztettem a pénzt. Akkor úgy kell válaszolni, miért elvesztettem a pénzt, mert akkor analizálok, hogy miért velem történt ezt, és akkor most hogyan fogok ez továbbra megélni. Egyik feladat, jó? Akkor második. Engem érte valamilyen kudarc. Volt egy tervem, csináltam és kudarc. Az lehet, hogy valaki megzavarta, megszakította, most miattam, nem miattam, de egy kudarc. Akkor miért kaptam kudarc? Hogyan fogok ezzel most tovább élni? Jó? Akkor engem bántalmaznak, magyarul fúrnak a munkahelyen, vagy bárhol, szomszédok, vasárnap fúrnak a falomba, mint az agyamba is, ugyanolyan érzés. Miért bántalmaznak engem? Hogy fogok erre reagálni? Ennyi, most csak három ilyen dolog, jó? Mennyit? 3 perc elég lesz? Jó, akkor 9 perc. Igen, akkor indulhatunk, jó? Most van 15, akkor mondjuk 25-ig, jó? Kész vagytok? Jó, akkor egy kis figyelmet kérünk. Na, szóval, hogyha elveszett a pénzünk, uh-huh, akkor izgatottak leszünk, majd megoldást keresünk rá, hogyha van rá képességünk, hogy ismét megkeressük azt a pénzt. Igen? Jó. A másik? Másik. Kudarc. Igen. Hát, hogyha kudarc ért minket, akkor kielemezzük, hogy ez a kudarc ez miért történt, visszalépünk és megyünk tovább egy másik úton. Uh-huh. És akkor, ha bántalmaznak, akkor ki kell találni, hogy a bántalmazónak mi volt az indítatása, és megpróbálni vagy megbeszélni, vagy pedig kikerülni a helyzetet. Nagyon jó. Tapsoljuk meg. Köszönjük szépen. Nagyon szép volt. Akkor benneteket megkérünk. Gyertek nyugodtan. Tényleg nem tudtuk megoldani. Nem tudtatok megoldani? Nem lett. Nem, jó. Nem igazán tudjuk elmagyarázni, uh-huh, hogy annyira sok rétűnek találtuk, hogy, uh-huh, hogy nem tudnánk így pár mondattal elmondani. Uh-huh. Elnézést. Jó, nem baj. Ez is egy megoldás. Itt nálatok? Igazából annyira nem lesz az hosszú, mert az első két kérdésre tulajdonképpen ugyanaz a megoldás volt copy-pastelhető. Halljátok őt? Nem. Hova? Akkor megint. Szóval az elsőre véleményünk szerint tökéletesen adható volt ugyanaz a válasz, mint a másodikra is. Tehát ugyanaz a mechanizmus mind a kettőnél. Tulajdonképpen miután kikáromkodtuk magunkat, elfogadjuk a helyzetet, feltárjuk az okait, és tulajdonképpen ennyi, utána már csak a feldolgozása van hátra. A harmadikra az én verzióm annyira azt hiszem, hogy nem társadalmilag elfogadható, a többiek megpróbálnák megvédeni magukat, továbbá próbálnának érvelni a saját érdekükben. Az én verziómat meg inkább adjuk. Tapsoljunk meg, köszönjük szépen! Jó, akkor tőletek? Jó? Hát az elsőre azt írtuk, hogy nem esünk kétségbe, ilyen az élet egyszer fent, egyszer lent. Mm-hmm. Ha kudarc ér, akkor először kérdések merülnek fel, hogy miért történik ez velem, hogy kell-e magamon valamit változtatni, és aztán igyekszünk, hogy legközelebb jobban sikerüljenek a dolgok,
a bántalmazásra jött egy olyan válasz, ha ostoba, ott hagyom. A másik pedig nem süllyedek le a szintjére, és a békére törekszem. Jó, köszönjük szépen! Bocsi, mi egy kicsit többet írtunk. Nem baj. Szóval, hogy elvesztettem a pénzem, miért? Halljátok őt? Biztos tartoztam valakinek, az univerzum tanítani akar valamit vele, nagyon ragaszkodtam hozzá, mármint a pénzemhez, talán elloptam előző életemben valakitől, figyelmetlen voltam a reakció, hogyan fogok megélni, önsajnálat, összeszedem magam, megpróbálok a hiány helyett a vanra koncentrálni, arra gondolok, hogy biztos kiegyenlítődött valami, nem jó, ha aggodalmaskodom, de kicsit bizonytalan vagyok. A második, hogy kudarc ért, miért? Nem tettem oda eléggé magam, máshol járt az eszem, utólag kiderül, hogy jobb is, mert égi kegyből megóvott valamitől. Reakció, tudatosítom magamban, hogy nem győzünk mindig, egyszer fent, egyszer lent. És a harmadik, hogy bántalmazás ért, akkor miért másik ember ráérzett bennem valamire, amit önmagában se fogad el, és úgy reagálok, hogy nem veszem személyesen, átgondolok, próbálok mögé látni, okot keresni, megbocsátani. Köszönjük szépen. Nagyon jó. Nagyon szép válaszok voltak. Köszönöm szépen. Ezért kaptuk tőlem egy lájkot. És nagyon jó. Egyik szempontból igen, belül kell keresni azokat. Valamikor például mondjuk, hogyha bántalmaz engem valaki, akkor lehet, hogy én kiprovokálom. És ez sokszor nincs egy nagy opció. Mindig ő bánt engem. De valamikor én így viselkedek, ami nem vagyok tudatos magamról, hogy én ébresztek benne felém ilyen viselkedést vagy reakciót, hogy ő engem fog bántani. Ez az egyik. De hogyha mi minden hármat most egybe rakjunk, akkor következőket tudnék mondani nektek, és sok, amit írtatok, az már benne van, de lehet, hogy valamit olyat is mondom, ami nem volt benne, az az, hogy amikor jönnek problémák, kudarc, valamit elveszítettem, vagy bántanak, bármi, ami velem történik, az egyik, meg kell nézni, hogy tudok-e változtatni ezen? Vagy el kell, hogy fogadjak? Mert valamit lehet változtatni. Valamit a kudarcon lehet tanulni, és akkor fogy is lehet fogadni, akkor ez most kihívást. Nagyon jó, hogy most kudarc, akkor most lelkes lettem, még jobban csinálni, információ, tudással kiegészíteni minden, és akkor megyek. De valamikor el kell fogadni, mert nem az az nem az én utam, ugye? Szóval ezek a kényelmetlen dolgok, amit engem érnek el az életemben, kettő dolog van. Meg tudok-e változtatni, vagy el kell, hogy fogadjam? Oké, és ez a három dolog. De van hozzá egy harmadik rész. De kell, hogy legyen intelligenciám, hogy meg tudjak különböztetni, mi az, ami el kell fogadjak, és mi az, amit meg kell változtatni. Szóval ez is egy nagyon fontos. És ezért, amit érdekes, hogy nem írt senki csoportba, hogy megkérdezem egy szakértőt. Ugye, mert előtte meséltem Száda Guru Sásztrá, hogy akkor mi lehet utána nézni. Végül te ezt szoktatok csinálni, de vannak a hölgyek, amikor főzünk, nem tudjuk mit, hogy csináljak pont ezt a preparációt, akkor a YouTube-on megnézem a receptjét, nem? A szakértőhez fordulok. De valamiért, amikor az életünkbe megyünk, néha elfelejtjünk ezt, de fontos. És nekünk tudnak segíteni ezek a koordinákat, amit mondtam Száda Guru Sásztrá, hogyha hozzájuk forduljunk, akkor több esőnk van megérteni, ez most el kell fogadjam, hogy kell változtatni.
De most megyünk egy kicsit följebb. A följebb kerekedjünk, az arról szól, hogy teljesen tökéletes és derűs sose lesz. De ez azt jelenti, hogy akkor sose leszünk boldogok? Nem, hanem még jobban ezt, amit most beszéltünk, amit el kell fogadni, így és így és úgy is, az jó. De még följebb, hogyha valaki kerekedik, akkor mindig boldog lesz, mindig elégedett lesz, mondja Tushyan Ticsa, Raman Ticsa, függetlenül a körülményektől. És ez a legigazi megoldás, hogyha valaki ezt tanulja. Ugye van ilyen Bhagavad Gita könyvünk, és ugye itt látjunk a képen, zajlik a világ, de meg kell próbálni kiegyensúlyozott maradni, függetlenül mi van körülöttünk. Bántanak, nem bántanak, van pénz, nincs pénz, egészséges, beteg, szeretnek, utálnak, és így tovább, és így tovább. Ez az igazi ember, aki tud, de ez csak akkor van, mikor van azok ez a három koordinát, amit téged fognak. Mert ez mint egy horgony, ezek a koordinátok. Hogyha nincsen, akkor minket dobálja az óceán, a turbulencia csak dobálja ide-oda. De hogyha mi megvagyunk, be vagyok kötve biztonsági övökkel, Sadhu Guru Sastra, amit mondtam, akkor a mi boldogságunkat senki semmit nem tud megzavarni. Az nem jelenti, hogy ilyen tompák, tuskok leszünk, nem, ugyanolyan érzelmi lény, sőt, sokkal érzékenyebb mások felé leszünk, de ami velünk történik, mivel nekünk van egy belső boldogságunk, ez egy érdekes dolog, ez nem csak úgy, hogy szárazon ülök és engem nem zavar, azért nem zavar, mert van egy boldogságom, amit tapasztalok, ezért én így turbulenció, immunos leszek. És ez a technológiák igazából. Minél mélyebben él az életét az ember, annál kisebb a turbulencia az életében. Nem érintenek, történnek a dolgok. Ugye látjunk, amikor ez a belső élet, ez amikor a saját tudatot mélyíti a megfelelő tudással. És mikor seki a tudatunk, ez a seki tudat mi? Ez az. Lidl, Tesco, Ocean, otthon, temető. Ez nagyon seki. És ilyen seki tudatba, ha vihart csinál, egy pillanat alatt kiömlik rögtön a parton, ember kiömlöttem magam, ki vagyok, ki fordultam magamból. Stressz. De amikor mély a tudat, mint az óceán, mindenki tudja, hogy az óceánban percenként rengeteg folyó torkolik be, ugye? Rengeteg, csak próbáljunk elképzelni, milyen folyók vannak. Ugye vannak olyan folyók, ami 600 méter széles, és nem tudom hány méter mély, és hány ilyen folyó van, és ez mind óceánba megy. Kiömlik az óceán? Nem lehet megzavarni. Ugyanúgy a mély tudatú embernek ezek a külsős, belső, ezek a szamszkárok jönnek, mennek, de nem zavarja meg a mély tudatot. Meg van az a belső boldogság. És ez az egyetlen egy. Nincs más megoldás. Lehet jelentkezni, hogyha valaki tud mondani más. Nincs más. A más az csak ilyen trükkök, manipulációk, ami, hogyha működik, akkor nagyon rövid távra. Mert a gyökér nincs megoldva, hogy beszéltünk, ugye? Az ok. És az ok, az az ok, hogyha nekünk nem mély a tudatunk, ez az ok. Mert hogyha mély a tudatunk, minden milyen karmánk van. Nem zavar. Igen. Ezért, ugye, élet ez egy edzőpálya, ez egy gyakorlat, ez nem egy előadásról szól igazából, hanem ez egy komoly iskola. És hogyha valaki hogy szeretne boldog lenni, akkor el kell fogadni az életem, ez egy iskola kell, hogy legyen. És mindig kell tanulni, mélyíteni a tudatot, és aki ezt gyakorlatba hozza, akkor fog tapasztalni azonnali változásokat, azonnali.
Már csak ennyi információ, én emlékszem, ugye még Szovjetunióban, mikor kicsi vagy fiatal, most nem tudom, hogy mondjak, fiatal voltam, most öreg vagyok, ki hogy lát engem. Amikor ifjúbb voltam, ugye, és akkor ugye kommunizmus, nincs lélek, testből vagy, te vagy a kémiai elemeknek a kombinációja, az a tudat, az az ember. És én mikor csak megtudtam, hogy lélek, ami örökké élek, már rögtön boldog lettem. De jó, mert nagyon frusztrált voltam, amikor az volt tömbbe belém, hogy én ez a vegyszereknek a kombináció vagyok, és mikor meghalok, szétesek. A tudatom, hogy megszűnök, többet nem létezik. Nagyon gáz. És egy kicsit kaptam tudást, rögtön megváltozott a világnak a hatása, már nem voltam annyira, nem volt félelem, hogy megszűnök létezni. Mindenki fél a haláltól. Miért fél a haláltól? Mert azt gondolja, hogy ő megszűnik. Nem szűnik meg. Én nagyon hírt hoztam nektek a halottak napja előtt. Szóval ez egyik, amit nagyon fontos titok, és a második része a titoknak, hogy ez a lényeg, hogy ez fog történni az emberrel, hogy mindig szilárd fog maradni a tudatban, és ez a tökéletes lesz, amikor nem hat az emberre. Természetesen vannak a szituációk, kell próbálni, igen, hogyha valaki bánt engem, igen, próbálok vele jóba lenni, minden, de nem lesz nagy, szenvedni nagyot nem fogom, hogyha nem változik az a helyzet, megpróbálom. Meg kell szeretni mindenkit, akkor lehet, hogy ez az ember azért engem bánt, mert szeretetre van szükség neki, akkor adok neki. Elveszítettem a pénzt, jó, hát meg, jó, most volt pénz, jó, most nem veszek, amit terveztem, nagy dolgokat, attól még boldog lehetek. Ugye, mert nekem van belső tudatom, mélységem van, és akkor így sok mindenre lehet így reagálni. Ezzel a kis pozitív nótával be fogok fejezni, és hogyha vannak kérdések, akkor még lehet egy pár kérdést feltenni. Nincsen kérdés. Akkor ezt mondom nem nektek, hogy danke schön, köszönöm szépen, spasibo большое. És átadom szót itt a, nem is a szót, hanem is a, hogy mondjuk, átadom a szólót. Mert most lesz egy kis zenélés, ugye egy kis mantrázás, ami mélyíti a tudatot, tisztítja a karmát, ugye a szamszkároktól, amit beszéltem, ami mélyen van. Ezek a szamszkárok, az nem más, mint hangvibrációk, és ettől majd fognak a barátaim, ott ülnek, Namaruchi Prabhu és Góra Kirtán Prabhu, akkor ők egy kicsit zenélnek, énekelnek, és azt tudok ajánlani, hogy nagyon próbáljunk jó figyelni, hogy tisztítson a tudatunkat. Aki akarja mélyebb hatást, akkor lehet belekapcsolódni egy kicsit éneklésbe. Az éneklés úgy működik, hogy Namaruchi Prabhu, ő elején elkezdi énekelni, elénekeli a mantrát, ami ott van, Hare Krishna mantra, és utána válaszként lehet vele együtt énekelni. Rendben, akkor még egyszer köszönöm szépen, mindenkinek további szép és kellemes estét kívánok, és majd találkozunk. Jó, akkor átadom.